Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr! Lassan már 10 hónapja, hogy bevezetésre került a Vármegye és országbérlet Magyarországon, amely végre egy egyszerű, átlátható, olcsó és igazságos rendszer az állami közlekedésben. Fontos közlekedéspolitikai cél hozzájárulni a lakosság mobilizációjához és a gazdasági növekedéshez, amelyhez a Fidesz és a KDNP frakció a továbbiakban is mindenféle támogatást megad a kormánynak. Sajnos a Karácsony Gergely vezette főváros erről egészen másképp vélekedik, hiszen mint ismeretes, áremeléseket és járatritkításokat eszközöltek az elmúlt időszakban. Ma egy BKK vonaljegy ára 450 forintba kerül, a buszokon megvárására ható jegy ára már 600 forint, egy 10-es gyűjtőjegy pedig 4000 forintba kerül. A baloldali városvezetés mindenféle előzetes értesítés, valamint társadalmi egyeztetés nélkül ritkított meg több mint 50 egyébként fontos útvonalon közlekedő járatot. Egyik napról a másikra szembesültek a budapestiek azzal, hogy a megszokottnál ritkábban jön több fővárosi üzemeltetési tömegközlekedési járat. Amikor az utasok érzékelni kezdték, és reklamálni kezdtek ezügyben, Karácsony Gergely össze-vissza hazudozott. Először próbálta tagadni, majd miután a BKK vezérigazgatója beismerte, hogy járatritkítás történt, elkezdett menekülni az újságírók elől. És amikor végül már nem maradt más választása, csak beismerte azt, amit már a legelén is tudtunk, hogy mégis járatritkítás történt Budapesten. Ez Karácsony Gergely, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy előrelépés az ország és a Vármegye bérletek eredményeire építve megszületett az új megállapodás, mely Budapesten és a főváros agglomerációjában is olcsóbbá és igazságosabbá teszi a közlekedési szolgáltatások rendszerét, hiszen március 1-től a BKV járatain is érvényesek lesznek az ország és Vármegye bérletek. Az újraalkotott tarifarendszernek köszönhetően a vidékről ingázók az ország bérletükkel immáron a fővároson belül a BKV járatain is utazhatnak, míg az agglomerációból ingázók esetében 75 ezer felnőttnek csak nem 10 ezer forinttal, 85 ezer diáknak pedig mintegy 3500 forinttal kerül majd kevesebbe a havi közlekedése. Az agglomerációban élő 14 éven alul diákok Budapestig, illetve azon belül is teljesen ingyenesen utazhatnak, míg mintegy 200 ezer fővárosi 14 év feletti diák 3450 forintos Budapest bérlet helyett mindössze 945 forintért, azaz kevesebb, mint az egyharmadáért válthat majd Vármegye bérletet. Tisztelt miniszter úr! Szeretném öntől azt megkérdezni, hogy ez az új rendszer, amelynek létrehozását mindkét frakció, a KDNP és a Fidesz frakció is üdvözli, hogyan segítheti még, milyen módon segítheti még a közlekedési tarifarendszer jobb átételét, igazságosabbá és átláthatóbbá tételét? Várom meg tisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, az interpellációra Lázár János miniszter úr válaszol. Miniszter úr, önél szó. Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlés, két minőségben vesz részt a magyar állam a választópolgárok számára a tömegközlekedés megszervezésében. Először is nyilvánvaló, hogy a magyar állam megrendeli a tömegközlekedést a választók érdekében. Szeretném az országgyűlést tájékoztatni arról, hogy az idén szerették egy olyan törvényjavaslattal élni, ahol világosan tisztáznánk azt, hogy milyen alapjog a tömegközlekedéshez való jog, és mit jelent az, hogy egy magyar választópolgárnak, akinek Magyarországon állandó lakóhelye van, milyen tömegközlekedési szolgáltatra számíthat, honnan kell direkt elszállítanunk és hová, amit alanyi jogon kell számára biztosítanunk térítés ellenében. Tehát a magyar állam megrendeli a tömegközlekedést. Illetve a magyar állam, amit megtehetne, hogy nem tesz meg, de mégis megteszi, ez az, hogy a tömegközlekedés lehetőségét biztosítja mindenki számára a vállalatai segítségével. Megtehetnénk azt, hogy piaci szolgáltatókat veszünk igénybe, és magánvállalatokkal szállítatjuk az embereket. Hogy milyen komoly kérdésről van szó, 4,5 millió ember ingázik naponta Magyarországon. 4,5 millió ember ingázik, és az az ötlet, hogy vezessünk be egy egyszerű vármegye és országbérletet, tegyük egyszerűbbé és hozzáférhetőbbé a tömegközlekedést, ez óriási sikert aratott Magyarországon, friss számokat szeretnék mondani önöknek. 2023-22-ben a jegyértékesítésből származó bevétele 112 milliárd forint volt a magyar MÁV és Volán csoportnak, 2023-ban pedig 118 milliárd. Ugye azt mondta a közvéleményben számos ellenzéki párti kritikusunk, hogyha bevezetjük a Vármegye és országbérletet, akkor 40 milliárdba fog kerülni. Ehhez képest 6 milliárd többletet hozott, mert a Klein-efisek, út-efisek elvét alapozva az olcsó és
sűrű fillérből kiindulva olcsó és egyszerű szolgáltatást próbálunk biztosítani március 1-től a teljes tarifarendszert megváltoztatva Magyarországon. Szeretném azt is elmondani, hogy ennek mi a hatása. 2022-ben a MÁV startnál, csak a vasútnál 134 millió utazás volt, 23-ban 180 millió utazás, ami az elmúlt 35 év legtöbb utasa a magyar államvasutaknál. Tehát ha a magyar állam megrendeli a szolgáltatást és olcsón biztosítja a szolgáltatást, akkor ezzel segít 4,5 millió embert Magyarországon napi rendszerességgel, olcsóbbá teszi a hozzáférést, egyáltalán biztosítja a hozzáférés lehetőségét mindenki számára, és a mobilitás, például a munkaerő mobilitás, iskolai mobilitás vagy egészségügyi mobilitás jelentősen javulni fog. Ennél nagyobb rezsicsökkentést az utóbbi években nem hajtottunk végre. Szeretném az országgyűlés figyelmébe ajánlani, hogy a vármegye bérletből 2023-ban és az országbérletből összesen már eladtunk 6,8 millió darabot, tehát iszonyatos mennyiségű bérletet adtunk el, ami azt bizonyítja, hogy az emberekben bőségesen van erre igény. Néhány szám március 1-től, amit csak megismételni és aláhúzni tudok. 700 ezer olyan gyerek van Magyarországon, aki 6 évnél idősebb és 14 évnél fiatalabb, és ők díjmentesen fognak a helyközi közlekedésben közlekedni. 1 millió olyan fiatal van, diák és nem diák, aki 14 és 25 év közötti, tehát azok a fiatal melósok is benne vannak, akik 22 évesen gyárakban dolgoznak, akik fognak kapni egy félárú közlekedést Magyarországon. 300 ezer olyan nyugdíjas van, aki 65 év alatti, és innentől kezdve ingyenesen utazik ugyanúgy, mint a 65 év fölöttiek. 1 millió olyan közalkalmazottunk van, aki mindez idáig 12 alkalommal kapott 50%-os kedvezményt, most ezt megkapja korlátlanul, amennyiben regisztrál. 200 ezer olyan nagy családos van, aki ki együtt utazik, már a család együtt utazik, akkor ezt térítésmentesen teheti meg. És 900 ezer olyan magyar igazolvánnyal rendelkező, nem Magyarországon élő magyar állampolgártársunk van, aki 12 alkalmas ingyenes utazásra kap lehetőséget az országhoz, a nemzethez való tartozás jegyében, az országban a nemzethez való tartozás jegyében. Szeretném még azt is elmondani önöknek, hogy 280 ezer olyan fogyatékos van, aki március 1-től teljes egészében ingyenesen utazik. És a fővárosi megállapodásról csak egy mondatot szerették mondani. 200 ezer olyan budapesti diák van, aki 3450 forintot fizetett eddig, és március 1-től 945 forintért fog utazni. Azt gondolom a 2023-24-es esztendőnek ez a legnagyobb vívmánya idáig, amit el tudtunk közösen érni. Köszönöm szépen a támogatásokat! Megköszönöm miniszter úr válaszát. Megkérdezem, későt elfogadja a választ, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr. Nyilván a téma fontosságát az is jelzi, hogy ezen a késő órán személyesen tartózkodik itt velünk a parlamentben, hogy ezekre a kérdésekre választ adjon, és ezeket a statisztikai adatokat személyesen mondja el nekünk. Azt gondolom én is, hogy hallva ezeket a számokat, hatalmas sikerről beszélhetünk. Alátámasztja a kormány ezen intézkedését is Einsteinnek az a mondása, ami szerint a kreativitás kockázatokból születik. Nyilvánvaló, hogy nem volt kockázatmentes a dolog, de ismét bebizonyosodott az, miniszter úr, amit az adórendszer átalakításánál is tett a magyar kormány, hogy olyan mértékben mertük csökkenteni az adókulcsokat és egyszerűsíteni az adórendszert, amelynél az ellenzék folyamatosan azt vizionálta, hogy össze fog omlani a költségvetés, és ugyanaz történt, mint ami itt ez esetben is, ahol 6 milliárd forinttal csökkent a bevétel, és több 10 millió utassal több utazott Magyarországon, tehát ezt a rendszert is örömmel vették a magyarok. Hálásak vagyunk a kormánynak ezért, és a továbbiakban is minden észrevételt támogatunk. Köszönjük szépen, és köszönöm a választ. Köszönöm, tisztelt országgyűlés, képviselő úr, a miniszteri válasz elfogadta.